Sziasztok, Santos vagyok. Folytatom a League Finder sorozatomat, a harmadik rész következik. 2 dollár ribályos versenyt nézünk meg, nagy mezőny volt 2000 fölötti nevezővel. Úgyhogy sok gyönge játékossal találkozunk, ugye kicsi buy-in, kicsi... tehát sok ember kicsi a buy-in, úgyhogy ebben a részben, vagy ezekben a részekben, ebben a League Finder sorozatban azt próbáljuk, arra próbálunk rávilágítani, hogy hogyan is játszunk gyenge játékosok ellen. Egyébként hősünk, akinek a hengyeit nézzük, ő is hobbi játékos, tehát neki is, tehát nem csak az ellenfeleknek, hanem neki is vannak hibái, úgyhogy ezekre is, és az ellenfél hibáira is mindenképpen rávilágítok. Ennél a 10-es párnál hagytuk abba, és innen haladunk tovább. 1600-as nagyvaknál 63 nagyvakunk van, egy másik asztalhoz ültettek minket, és igazából senkiről nincsen információnk, egy emberről van 107 hendünk, de lehet, hogy a verseny folyamán ezt még, tehát akkor lehet, hogy friss volt, és nem is volt róla információja a hősünknek sem. Kezdjük az elemzést. Kicsit meg vagyok fázva, úgyhogy hogyha furcsa hangom, vagy esetleg néha tüsszögök, vagy körülnék, akkor bocsánat ezért. Jó, mindenképpen dobni kell a dáma 3-at, tehát hiába csak egy és fél akot kellett volna már betenni multivaypotba, OP akkor is rosszul játszik, és hosszú távon mindenképp minuszos lesz. Sokszor flopolunk vele dámát, amivel nyilván ki lesz másnál is, egy-két utcába még belekerül, egyáltalán nem érdemes kiegészíteni vele egy vakot sem. Még így, hogy hárman van nézünk való, vagy valószínűleg négyen is nézünk flopor, akkor sem. Jó, ászbubival izolálunk mindenképpen. Én ilyenkor általában ugyebár itt a mini részt választanám, 3200-ig emelnék ilyen magas vakoknál, és egy limperőnél pedig még egy vakot rátennék, tehát 4800-ig emelnék, kicsit nagynak tartom a 6400-at. Jó, az UTG nem dobott, második párt toppoltunk, itt ugye két variáció lehetséges, C-betelünk, viszont a mögé csekkelünk, az sem hiba, én valószínűleg itt a mögé csekkelést javasolnám. Van egy backdoor színhúzónk, tehát még ászunk, showdown képes alapunk, elég erősek vagyunk, viszont ha ezen a floppon check részt kapnánk, mondjuk most betelünk egy 8-9000-et, ami a körülbelül jó C-bet lenne, és arra kapunk egy 20-22000-es visszaemelést, el kell dobnunk valószínűleg a lapunkat, pedig lehet, hogy ellenfelünknél flush draw van csak, vagy király 10-el sorhúzó van esetleg nála, amivel amit elvileg ugye verünk, szóval itt inkább a pot control mellett miatt a check-et választanám. Egyébként a C-bet sem annyira rossz, de akkor arra készüljünk fel, hogy el kell dobnunk visszaemelésre valószínűleg a lapunkat. Nyilván dobunk 9-3-mal. Királyunk, nyilván emelünk, 35 és 49 BB-s játékos ül mögöttünk, elég nyugodtan a mini rész is, vagy 4500-4700 körül, hát ha visszaemelnek ránk, be tudjuk stackelni az ellenfelet. A nagyvakunk véd, ugye elég száraz flop jött, ugye van benne egy flush draw, de azért annyira nem találja ezt őt el. Nyilván, hogyha flush draw-ja van, akkor eltalálhatta, de elég valószínű, hogyha nem párja van a kézbe, akkor ez a, még mindig jók vagyunk. Úgyhogy itt szintén szóba jöhet a pot control, check és showdownig eljutni, de természetesen a C-bet sem rossz. C-betnek teljesen elég a 7000 környéke is, hogyha nem talált el ez a flop, már pedig ugye száraz nem valószínű, hogy eltalálta, akkor 7000-re is ugyanúgy dobni fog, mint 11000-re. Viszont nyilván, ha eltalálta, akkor 11000-re se fog dobni, és akkor visszaemel, be kell dobnunk, és akkor nem 7-et, hanem 11000-et buktunk. Még ugyanúgy 7 és 11 ezerrel is megnyertük volna a partit, ha semmilyen nincsen. Jó, van egy időszakban néha már ászokkal, ász-4 ilyesmikkel lehet azért lopni, hogyha mindenki deep mögöttünk, ugye most az a 16-18 BB-s van mögöttünk, tehát ők visszatolhatják.
de azért ennyi emberből nem annyira rossz szituáció. Hiteles, ha előről emelünk, blokkerünk van ugye az ásszal, emiatt kevesebb ász lesz ki, nyilván kevesebb akció, meg kevesebb jó lap is, úgyhogy annyira nem rossz szituáció lopni, de egyáltalán nem baj, ha dobjuk azt sem. Kapunk egy ász 8 nagybakba, ugye nyilván egyből a check merül fel mindenkibe, és hősünk is ezt választotta, de azért gondoljunk bele, hogy itt van egy limp, és utána még két limp, nyilván a 40 és 50 BB-snél a limp az nem jelentett erős lapot igazából, 28 BB-snél még éppen lehet valami erős lap, ugye 20 hand alatt alapjai 25%-ával limpel, tehát 5-5-ször limpelt, és egyszer sem emelt, valószínűleg nem lehet annyira túl erős lapja. Itt azért szóba jöhet egy 8000-ig izolálás. Ők valószínűleg dobni fognak rá. Hogyha UTG még esetleg holozhat, de C-bettel valószínűleg el tudjuk vinni, mert nem lehet annyira erős. Természetesen a check sem rossz, nézzük meg a flopot, de ugye az ász blokkerünk miatt ugye kevés jó lap lesz kint, kevesebb jó lap lesz kint. És ez is egy opció lehet. Top párunk van, viszont potot betelt a cutoff, én azt mindenképpen eldobnám. Hősünk is eldobta, valószínűleg erősebb lapja lesz, mint amilyen, nem hiszem, hogy ász 7-tel csinálna ilyet. Pozíción kívül nem nagyon tudunk vele törnön meg riveren játszani, szóval jobb, ha bedobjuk. Ötös párunk van, emelünk. Ugye ezt már elmondtam, hogy kisebb emelés is elég bőven. Kapunk egy bubi-bubi dáva floppot, ugye elég ijesztőnek tűnik, de azért akár egy C-betet meg lehet próbálni, az ellenfelünknek nincs egy bubia vagy dámája, akkor neki is ugyanolyan ijesztő, mint ami nekünk, úgyhogy itt egy C-betet is akár meg lehet engedni. Check for sem rossz. Nyolcassal történt valami, úgy látom. Preflopén eldobtam volna ezt, de így topárt flopoltunk. Lássuk, hogy alakul. Két párunk lett körben, ugye csekkel indítottunk. Egyébként flopon egyáltalán nem lett volna gond, ha beledonkolunk az sem, ugye topárunk van, védhetjük, nem volt preflop agresszió, szóval nem az, hogy valakitől C-betet várunk, igazából semmi nem történt preflop, de úgy mi is megnyithatjuk a kasszát, nem is számít donkolásnak talán így. Törnöm viszont mindenképpen emelnünk kell, ugye két párunk van, top két pár, egyedül a 9-10 ver minket, ami az emberek, vagy ami kint lehet esetleg, nyilván, hogyha set kint van, az még lehet a kezükbe, de azt valószínűleg flopon betelték volna. Jó is abbi a bet méret, és nyertük is a kasszát. Jó, átültettek minket. És UTG kapunk egy ászpárt. Emelünk vele, egy megadást kapunk, 30 BB-s ellenfél ellen, nekünk ugye 34 BB-nk van, nagyon kényelmes flopunk jött, szinte csak a 9-9, amiről veszélyes lehet nekünk, ami a kezébe lehet. Nyilván C-beteljük, mondjuk ennél pont emiatt, mert ugye az ellenfelünknél nem igazán van olyan lap, ami veszélyes lehet a miénkre. És ugye amivel még itt fizethet, azok a közepes párok, esetleg 7-7-8-8, ami lehet nála, hogyha ász király, ász dáma, ász bubival, ász magasra még úgy gondolja, hogy ad egy utcát, akkor ne ijesszük el pot méretű bettel, bőven elég akár itt egy 10 000-es bet is, hogy azt gondolja, hogy gyöngébbek vagyunk, úgyis fel tudjuk kényelmesen építeni a kasszát. Ellenfelünk valószínűleg valami 10-10-szerű lappal, bubi-bubi-szerű lappal nézhetett flopot, esetleg ász 9 környéki lappal, most így ezekre tudok gondolni, amivel ránk teszi az all-in, mert ugye már látja, hogy nem igazán fogunk tudni dobni. Ezért is kellett volna egyébként kisebb C-bet, hogy azt higgye, hogyha ránk tolja, tehát blöfföl is tolja ránk sokszor például,
így erre a betre már ugye nem sokszor tolják rá bluffből, úgyhogy én itt azt gondolom, hogy erős lapja van, de hát nyilván ilyen erősebb. Igen, 10-10 volt nála, amire gondoltam. Természetesen nem merül fel álszásszal ilyenkor a dobás, tehát az, hogy hatosa van, az nem nagyon szigorú. 8 nagyvaknyi pénze van a kisvaknak. Ebből emel, nyilván poszlopán nem játszhatunk ellene, tehát itt ez olyan, mint hogyha all-in lenne gyakorlatilag. 9-10 különböző színű nem alkalmas a 8 BB és all-in lejátszására, valószínűleg range előttünk van. Ha már egy színű lenne a 9-10-ünk, akkor all-in lehetne tenni, lehetne 8 BB-jel lejátszani. Sőt, kényelmes 66 BB stackünk van játszható. Gubi 8 útiddel is éppen lehetett volna emelni, hogy nőtt a vak, ugye 50 BB-nk van. Viszont amikor ugye úgy döntünk, hogy például itt van nálunk az a Bubi 8, és mi ezzel meg akarjuk nyitni a kasszát, mert szimpatikus vagy hatnak tartjuk, akkor mindenképpen az az első dolog, hogy körülnézünk, hogy kik ülnek mögöttünk. De láthatjuk, hogy ugye van egy 7 nagyvakos, egy 11 nagyvakos, 13 nagyvakos short stack, és a többinek van ugye kényelmes stackje, mivel ezek viszonylag kicsi stackek, a 7 is, 11 is, 13 is, tehát még 20 körül sem van, ugye a 20 is visszatolós stack lenne, ezért valószínűleg nem érdemes Bubi 8-al emelni egyáltalán, mert hogyha már emelünk a 7 BB stack adnunk kell, a 11 BB stack még tudunk dobni, de akkor viszont ő már elég sokszor ránk teszi, milyen új ezt a hozzútunk, senkinek semmilyen információ nincsen, úgyhogy akkor ezt be lehet dobni. Mindig nézzük meg, hogy kik van a mögöttünk, ne úgy emeljünk, hogy megtetszik nekünk egy lap és azzal emelünk, tehát mindig legyen terv arra, hogy kinek megadjuk az all-in, kinek fogunk dobni, és hogyha valaki 3 betel, akkor mi lesz a reakciók, dobni akarunk rá, 4 betelni akarunk rá, stb. Szóval mindig tervvel emeljünk, ne csak úgy ész nélkül. Ő ismét átültettek minket, és középről jött egy nagyobb stackból egy emelés, amit király 9 különböző színűvel védünk a nagyvakon. Ezt semmiképpen nem javasolnám, még egy színűt is eldobnám, mert pozíción kívül nagyon rosszul lehet megjátszani ezeket a lapokat. Legtöbbször itt ugye nem short vagy nem flush húzót fogunk kapni, meg nem is flush-t, hanem legtöbbször, hogyha eltalál minket, akkor király toppárt vagy 9-es toppárt fogunk kialakítani, esetleg valamilyen húzót, és ezek pozíción kívül sokba kerülhetnek. Egyrészt az ellenfélnek a range-e lehet, teli lehet királlyal emel, tehát király 10, király bubi, király dáma, ász királlyal, és királyos floppon ugye sokat nyerhet ellenünk, akár 2 utcát is. Pozíción kívül sehogy nem fogjuk tudni jól megjátszani. Ha 9-es találunk, ugye akkor is az ellenfelünknél lehet 10-10-től fölfelé pár, lehet nála bármi, és sőt, hogyha nincsen nála semmi, ugye pozícióban sokszor ki lehet egy 9-es pár méretű párt blöfförni azért triveli. Szóval semmiképpen nem érdemes védeni ilyen gyönge vagy marginális lapokkal. Még ha szútid, akkor sem, mert akkor is legtöbbször flush húzót kapunk, sokba fog kerülni később. Ugye elég száraz floppot kapunk, és csekkel indítunk, valószínűleg C-betre dobnánk is, de ellenfelünk is csekkelt. Turnön sem találtunk semmit, így föl kell adnunk a patot. A 10 héttel éppen butalról lehetne emelni, nem lenne előttünk akció. Mert ideálisak oldal mögöttünk a stackek. Érdekes szituáció állt elő, ugye 27-27 nagyvaknyi zsetonok vannak mögöttünk, és egy 30 BB-s. 20 BB-ből emeltek 2,5 vakot, 20 BB-s fleteltem. Nyilvánvalóan lesz hiba a 20 BB-sből fletelni, ha csak nem valami nagyon monstere van, és így akarja megjátszani. Egyébként nem érdemes ilyen kicsi stackekből már poszlop játszani, tehát hogyha 20 BB, 21 BB-je van és elég jó alapja ahhoz, hogy kólozzon, akkor valószínűleg elég jó alapja ahhoz, hogy all-in menjen, ha nem elég jó alapja ahhoz, hogy all-in menjen, akkor kólozni se kell. Szóval a királydáma suited, ami itt van nekünk, az egy elég jó lap ahhoz, hogy ellenük squeeze-eljünk esetleg, főleg 4 hand alatt ugye 3 handben benne volt ellenfelünk, szóval eléggé, hogy is mondjam, eléggé játékos szellemű.
Ugye 30-27-27 BB van mögöttünk, szóval még őket is igazából éppen le lehetne izolálni. Én itt egyáltalán nem tartok rossz ötletnek egy Olint királydáma szót itt, de... persze kockázatos, mert kin lehet itt is erős lap, kin lehet az a preflop emelősnél is erős lap, viszont a királydáma szót ugye egy elég jó lap, elég erős lap. Úgyhogy itt nem gond az sem, hogyha all-in megyünk. A másik megoldás az, hogy eldobjuk, de post-flop semmiképpen, tehát a kólozni semmiképpen nem jó. Tehát itt is a fold mellett döltött hősünk, ami egyébként nem rossz. 20 BB alatti stackek ellen ne játszunk ultivépodot már ilyen lapokkal. Kíváncsi is vagyok ennek a partinek, hogy lesz a végkivetele, ugye all-in futnak, és házdáma elég monster. Itt az 21 BB, ez bőven jó lett volna vissza is tenni, tehát itt ő hibázott, de hát látjuk, nekünk már volt előtte valószínűleg handem róla, 238 hand alatt 10/8-as, nagyon-nagyon feszes játékos, szóval valószínűleg ezért döntött ez a rossz játék mellett. Jó, 6-os párunk van TG, 45 BB-nk van, bőven van terünk emelni, szóval mindenképpen emelni kell vele. Ugye körül megnézzük, hogy kik ül el mögöttünk. A 12 BB-snek, 10 BB-snek adjuk az all-in-jét, többiek ellen, hogyha visszaemelnek, akkor dobunk kényelmesen, és ez a terv. De mindenképpen emelünk, megpróbálunk lopni, UTG úgyis elég hiteles, hogyha emelünk, úgyhogy nem gond. Ha valaki esetleg fleteli az emelésünket, szetet is foghatunk, C-bettel is nyerhetünk, szóval sok variáció van, de mindenképpen meg kell próbálni nyerni ezzel a lappal. Különböző színű ászbubink van, 21 BB-s nagyvakunk. Nagyvak csatában nem bánnánk, hogyha bekerülne ismeretlen játékos ellen a stackje ászbubival, szóval itt szerintem a race call egy jó opció, ugye emelünk rá egy ilyen 11-12 ezerig, és hogyha visszatolja az all-int, akkor adjuk neki. Vissza is tolja, és hősünk adja is, úgyhogy ez így nem is az gond ezzel a játékkal. És látjuk, hogy jól is döntött, mert ugye 21 BB és all-in range az elég magas, vagy elég tág. Úgyhogy többek között például a király bubival is itt visszatolja, úgyhogy ezért mindenképpen pluszas ász bubival itt részkolozni 20 BB ellen. És ismét egy step stackre tettünk szert, 60 BB-nk van majdnem. Király 10-zel emelünk is emiatt, viszont mivel 11 és 9 BB-s van mögöttünk, én itt az all-int emelnék mindenképpen, tehát gyakorlatilag itt olyan, mint a 11 BB-nk lenne, nem 56, mert ugye az effektív stack, úgyhogy itt el kell dönteni, hogy all-in megyünk rá. Aztán igazából, hogyha 15 ezerig emelünk, és ő utána 50-nel all-in megy, és adjuk, az sem rossz, de akkor már ne engedjük meg neki, hogy visszatolja ilyen AS2, AS3 szerű lapokkal, toljuk be mi az all-int, és akkor azokat még simán eldobhatja esetleg, vagy eldobja mondjuk a kettes párját, lehet, mert feszes. És vagy lehet, hogy mondjuk 6-7 suited, de úgy dönt, hogy még azt is, hogy mi tudunk dobni, visszatolja ránk, és aztán leflippel, vagy kimákol minket esetleg. Sokkal egyszerűbb, ha betoljuk itt mi az all-int, és akkor gondolkodjanak ők, hogy akarnak játszani, vagy nem. Jó, az nem egyszínű. Emelünk vele, most már még nagyobbat emeltünk, mint 3 vak. Tartsuk magunkat, igen, a 2,2-2,3 vak emelésnél, főleg ilyen mélyen már nem fogunk akciót kapni rosszabb lapoktól. Nyilván a 7-13-19 BB-seknek adnánk az all-int a 7 BB-snek is, valószínűleg a 24 BB-snek is. Inkább emeljük kicsit, hogy gondolják azt, hogy tudunk dobni, visszatol esetleg 20-13 BB-t, akár királybubival, vagy mindenféle ászbubi szerű lappal, és szépen kiejtjük a helyet, hogy mondjuk 17500-et emeltünk, ugye, és akkor könnyen eldobja a lapját, mondjuk a 110 offját, mert úgy gondolom, hogy elég erősek vagyunk. Nem biztos, dobás lesz a dáma 5. Jó, a 7-6-7, teljesen keveredtünk, parti bász királyunk van. 100 BB-s ellenfél emelt, ugye az asztalnál mindenki más kisebb stackkel rendelkezik. Egyedül mi vagyunk rá veszéllyel, 60 nagyvakunk van, neki pedig 100.
Nyilván nagyon nehéz 300 ezer zsetont összeépíteni, és nem feltétlenül akarjuk ezt az asztal chip leader ellen betenni, szóval én itt azt sem gondolom hibának, hogyha megadjuk ezt csak, és nem 3 bet kólozzuk be, mert nyilván, hogyha 3 betelünk itt, neki elég sokszor jó szitúja lesz 4 bet all in ramma például, vagy akár 4 betelni, mert ugye elég nagy a fold equity nálunk, tehát nagyon sok zsetonunk van, ő gondolhatja azt, hogy nem akarunk kiesni, mert nagyon jól állunk a versenyben, stb. Ezért lehet, hogy nem rossz játék a call, megnézzük, hogy mit volt a flop, és ott döntünk. A király magas lett a flop, az nekünk nagyon kényelmes, mivel a király dáma ver minket esetleg az ő range-jéből, meg hát a setek, csekkel indít, mindenképpen betelnünk kell 20 ezer körül összeget, viszont dobott úgy, hogy nincs is tudom, beszéljük tovább. Jó, ász 10-zel mindenképpen emelnünk kell, és én azt gondolom, hogy a vakoknak az all-in-t is adhatnánk. Egyrészt sok zsetonunk van, nem vág meg minket, hogyha nem nyernénk, másrészt valószínűleg a range-ük előtt vagyunk ász 10 suited, de... Hatos párunk van UTG, de... vagy UTG plusz 1, de UTG emel 4 vakot, úgyhogy így dobnunk kell egyértelmű. Ezért már abszolút nincs opciónk, hogy range-ét nem várjuk. Pá. Jó, 5 BB és all-in volt. Ugye ász 8 különböző színünk van. Mindenképpen várjuk az 5 BB és all-in range-ét. Tehát 5 BB ellen egy ász az nagyon monster. Úgyhogy itt egy mini részt ejtenék meg, ugye ez, ha jól látom, 27 ezer zseton, amit ő betolt. Itt egy, emelnék egy ilyen 47 ezerig mondjuk, őt kizárjam, nyilván ha ő jól megy, akkor dobunk, de ellene mindenképpen jó az ász 8. Gyakorlatilag nagy vakon már szinte bármilyen lappal, 2-es, 7-essel is megéri 5 vakot megadni, mert annyi pénz bent lett. Tehát olyan keveset kell betennünk, hogy elégnek kell lennie. Ugye jó, ezt ő is tudta, nagyok is tudta, Bubi 4-gyel kolozta az all-in-jét. És ugye, mint látjuk, az ász 8-unk verte a királydámáját. És a királydáma itt egyébként egy sokkal erősebb lap, amit ő mutatott, mint amivel 5 BB-be szoktak tolni. Jó, emelünk. És két dobás. Volt egy UTG limp, és erre egy 11 BB-s all-in. Érdekes szituáció ugye, mert a 11 BB-s all-in simán adnunk ellene ászbubi pikkel. Viszont ez az UTG limp, ez megzavarhatja az ember, de hogyha látjuk, hogy 66 hand alatt 37-szer vagy százalékban limpelt, akkor tudjuk, hogy valószínűleg a lap nem monsterekkel limpel UTG, úgyhogy én ezt all-innel izolálnám valószínűleg. Valószínűleg akkor az UTG is, és a 35 BB-s is dobni fog, ha csak nem valami nagyon nagy monstert kapott, de hát akkor az cooler. Itt mindenképpen meg kell próbálni játszani ebben a szituációban. Ugye látjuk az UTG-nél például olyan lap volt, amit vertünk, és nagy kasszát nyertünk volna ismét, hogyha betesszük itt a zsetont. Ismét egy icebookit kapunk, jutunk vele, és mind a két vak véd, elég deep játék, és eltalál minket a flop, top pár floppolunk, mindenképpen egy 30-35 ezerrel c-betelnünk kell, hősünk még többen c-betel, ugye megpróbálja a flush draw-kat stb. Kizárni, viszont így az összes 10-es pártól, 7-esektől, flush draw-któl stb. Nem nagyon kapunk akciót, ezért betelnék kisebbet. Meg esetleg ugye kizárjuk, hogy blöfföljenek ellenünk utána. Király bubi suited, de mindenképpen emelnünk kell. Az dáma suited. Ez lesz a mai videó utolsó hendje. A kisfogunk egészít, nyilvánvalóan emelnünk kell, amit kisfog megad. Egy kellemetlen flop jött számunkra, ugye, mert 29 BB deepen vagyunk, 42 ezer van a potban és 150 előtte. Igazából ász magasunk van, de korán sem biztos, hogy ez nem elég. Csekkelnék,
hűsünk is ezt teszi, és megnézném, hogy mi a turn, és mit reagál rá. Viszont turn, ha már csekkelt egyet, mindenképpen betelnék egy 20-22 ezeret, és gyorsan pontot tennék az ügy végére. Plusz ugye volt 10-esre, ászra, dámára, treffre húzónk, tehát még ha meg is adja a turn hívásunkat, akkor is javulhatunk sokat, ami egyébként meg is történt, és mivel nem emeltünk turn, ezért maradt a 42 ezeres kassa. Mindenképpen ezért érdemes lett volna hívni, hogyha kiegészül valamink, még ha jobb is tálunk esetleg egy párra, amivel megadott törnön, akkor legalább nagyobb kasszáért tudjunk játszani. Persze a sorunkat mindenképpen riverbe betelni kell, tehát meg kell próbálni valamilyen value-t. Ha háromszor csekkelt, akkor nem valószínű, hogy ver minket, viszont tízes még lehet, hogy fizet nekünk egy utcát. Akár még lehet nála valami gyönge király, amivel biztos, hogy fizet. Nyilván egy 3-7-essel nem fog, de hát ezt már akkor ezek szerint törnön is eldobhattuk volna vele például, és akkor például nincs meg az a kockázat, hogy jön riverre egy 3-as, és akkor megint check-checkkel kiviszi a potot, tehát akkor simán elvittük volna. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, következő szerdán érkezik a negyedik rész, remélem, hogy tetszett. Kérdéseket várom a kommentekbe, és a mai nap, nem tudom, hogy ki mikor nézi, de ez a videó 25-e szerdán kerül ki. A mai nap lesz egy 22 dolláros verseny, aminek a blogomban, naplomban találjátok meg a részleteit, ami fejpénz lesz rám kitűzve, úgyhogy gyertek minél többen, játszatok és próbáljátok kiejteni, és próbáljátok a fődíjat, vagy az első helyet megszerezni. Sok sikert mindenkinek, és köszönöm a figyelmet, sziasztok!